4-1-re vezet Michael Smith Johnny Clayton ellen. És hát amikor felvetettem azt a kérdést, hogy melyik lesz ma a legsimább mérkőzés, akkor Lajos ezt említette. Most a meccs előtt már visszakoztál, na most aztán megint ott vagyunk, hogy akár úgy is alakulhat. 4-1-re vezet Michael Smith, és Clayton nem nagyon találja egyelőre magát. Hát látván azt a Darren Detzván meccset, én azt gondoltam, igen, hogy nem feltétlenül valószínű, hogy van, hogy annál gyengébb lesz majd találkozó, de jelen esetben azt gondolom, hogy ha nem kapja össze magát Johnny Clayton, akkor most természetesen a tömegben nincs különösebben nagy problémája egyébként, mert 109,7-es, majdnem 10 ponttal erősebb. 177 közben Smith-től, 140 után. Első 9 nyilat dob, de ez a 10-ből egy kiszálló, ez nagyon gyatra. Főleg úgy, hogy Smith meg 6-ból 4. Tehát ez azzal nehéz lesz fölvenni a versenyt. Ha kiszállóban föl tud javulni Johnny Clayton, akkor nem lesz ez annyira sima, mint ami ennek most indult. 92. Nagyon jó most Smith. De most Smith is nagyon elkapta a fonalat. 11 nyilas lehet belőle. Claytonéból meg nem. 98. Majd lőd 14 nyilas sem, vagy 15 nyilas sem. Ez 15-ös. Dupla 10. Yeah. Megoldja ezt, Smith 12 nyilassal kezd a szünet után. 5-1. Hát Smithnek most már semmilyen formában nincsen baja a tömeggel. Sem a sajátjával, sem a dobásaival. Jött egy kérdés, ezt már tegnap is láttam egyébként a mediéknek is fölletéve. Nem emlékszem, hogy meg lett-e válaszolva. Matthew Edgarról kérdez valaki. Valószínűleg gondolom rajongója lehet, hogy milyen fényes jövő állhat előtte. Hát nyilván nem tudom megjósolni. Mindenesetre az bíztató az ő szempontjából, hogy ugyan 2011 óta a PDC tagja, 33 éves játékosról van szó, de az utóbbi 2-3 évben kezdett el jó eredményeket elérni, világbajnokságon is ugyan első körben kiesett, de bejutott mind 19-ben, mind 2020-ban, és a UK Openen is 18-ban, illetve 2020-ban volt a legjobb eredménye. Én azt gondolom, hogy ez ő rajta múlik, hogy mennyire lesz fényes a jövője. Nagyon nehéz érvényesülni ebben a mezőnyben, azért azt tegyük hozzá, nem egyszerű dolog. Akár elő is fordulhat, hogy majd ő is feljebb tornázza magát, de tényleg nagy a tülekedés ezen a, ebben a mezőnyben. Mind a ketten most már kiszállunk közben, Clayton egy picit magasabban, de ő dobhat először, ráadásul tripla 20-ba. A második már fölötte van, még egy 20-as kell, marad a 40 pont. Most új képek vannak fönn, csak szólok. Figyelek. Jó, de gyönyörű, megint a 126. Hát érik. Érik az a sima meccs, amiről beszélgettünk. Annak ellenére, hogy mondom még egyszer, nem játszon a rosszul Clayton, ha kiszállóit ki. 180! Na, ott van a 180. Még egy dologgal adósak a mai napon. 170-ig már volt. Meg hát Smith az én emberem. Így van. Volt. Volt a te embered. Százas. Nyilván a 101-es átlag az borzasztóan magas, de azért önmagában ez a szám nem engedne arra következtetni, hogy 6-1 legyen hétleg után. Igen. Újabb százas. Borzasztóan lazán játszik Smith. Igen, az fontos volt egyébként, hogy bármilyen fizikai átalakuláson megy át a teste, a szervezete, azért ne sérüljön az a mozdulatsor, ami a profi dartsban neki a kenyérkeresetet jelenti. Ujjjj, az nem így akarta, 8-a maradék. Nem, igen, 36-ra akarta végén maradni, de így se rossz, hiszen nincs is kiszállon Johnny Clayton. Már igen, 66 marad, de elképesztően maga biztos Michael Smith. Be is dobja 13.
King. Ez is lehet, hogy mára még mozi jegye van Smithnek. 6 leget nyert zsinórban egyébként. 100. Johnny Clayton 12 nyilasa után nem tud hibázni Michael Smith folyamatosan. 180! Megint megkínál egy ilyen kezdéssel. Húzogatja a mézes madzagot. Én már nem veszem fel. 60. Egy kör után előnyben van Michael Smith. Na tessék. Bekerekített. Könnyen legyen számolni. 78% a dupla. 41. Ami esetleg fergeteges érzés lehetne Johnny Claytonnak 9-1-es hátrányban elmenni szünetre. Oh, 140, megfelezi a pontjai számát Michael Smith hátsó pályáról. Ő van ott először. Ez a meccs mindjárt véget fog érni. Hát nem tudom, 9-1-nél is elvileg azt hiszem van még szünet. Akármi történik talán. Ja igen. De az biztos, hogy ez az, amit mondtam, hogy Johnny Clayton hajlamos egyébként, hogy sajnos nem tud még egy az ott a kiszálló se dobott. 100-as. Teszem hozzá, hogy tényleg Smith még egy fokozattal. 8-1-re vezet 13 nyíl. Megint. Itt már nagyon sok mindent nem tud mondani rá Clayton. Mind dobott. 15, 13, 18, 12, 15, 13, 13. Ezeket dobáltam a zsinórban Michael Smith. Csend tempóban dob Smith, hogy nincs is ideje kiesni a ritmusból. Igen. Vagy a jó formából. Igen. No, 93. Egy triplát valahogy mindig talál, de általában azért többet. 180! Ilyenek kell lenne esélye, igen. Kettő is a 18-asban. 180 maradt. Szerzőszor egy Claytonnak. És jön egy 140 valószínűleg. Marad a 20-ason. Után kinézett. Hát 140 nem lesz. De még csak 100-as sem. Tripla 17. Nincsen. Még viszont marad a 24. Honnére adja magát, igen. Kell a tripla, hogy kiszállóra dobhasson, dupla 20. Az most picit talán megszokott, mert is gyorsabb volt. Na most kozmetikázhat a Velszi. Megteszi, 8-2. Hát ilyenkor mondjuk, hogyha 10 nyertleig megyünk, és 8-2-es hátrányban van egy játékos, mit tud csinálni a szünetben? Bár látok éppen Decvánnál egyébként, hogy nem is ment le a színpadról a szünetben, nem dobott, hát most Clayton lemegy. Hát nem tudom, így megnézni, hogy mikor megy a következő járat haza, nem tudom, körülbelül. Bár most nagyjából a dárcosok egyébként letanyáztak Milton Keynesben. Hát igen, de na, azt hiszem nincs messze annyira Wells, ha jól emlékszem. Könnyen haza lehet jutni.